Mr. Cube co-starred in a movie called Boys in the Hood. Ez Ice Cube-ből és aki szeret belőle egy filmben, amit a címe Boys in the Hood vagy fiúk a ghetto Which revolves around a inner-city high school in an area of Los Angeles known as the Crenshaw district. Amely egy egy bávárosi iskolában játszódik a Crenshaw negyedben. A high school is called Crenshaw high. És Crenshaw középiskolának hívják. I went there. Now, és ő oda járt ez a karakter. You know in és kitalálod, hogy ki az, akinek, aki mindkét, akit mindkét szülője felnevelt, ami egyre ritkább ebben a negyedben? Ice Cube. Ice Cube. You know who did not attend Crenshaw High School? Istott egy kiazs aki nem járt Crenshaw középiskolába. Ice Cube. Ice Cube with a set of strong parents behind him is Ice Cube életrajzi könyvéből egy részlet. Egy erős szülőkkel maga mögött, Cube was able to navigate the tricky landscape that was his neighborhood. Cube képes volt navigálni azt a, azt a nehéz helyet, ami az ő szomszédsága vagy környezete volt, a felnőtt. mikor elérte a tínédzser éveit, his parents pulled him out of his local school, akkor a szülei kivették a helyi iskolába, and bust him to a suburban high school in the San Fernando Valley és elbuszoztatták egy elővárosi iskolában, iskolába, Szent bernardo A fiatal Cube számára, aki keveset tudott, ismert a világból, a, a széthúzó, vagy széthú, lebomló délközép... Los Angeles-i környékből. A South Central Los Angeles az egy ilyen veszélyesebb része Los Angelesnek, ahol a bűnözés nagy, illetve a szegénység ezért hangsúlyozzák ki. The affluence and stability that marked his new surroundings left a deep impression. És ugye kivették innen a szülei, és áthelyezték egy, egy stabilabb és elitebb részébe, ami természetesen mély benyomást tett rá. A Cube was bused 40 miles to escape his local inferior high school, and és 40 mérföldet buszozott azért, hogy elkerülje a, a saját alacsonyabb rendű régióját és azt az iskolát. was bused to a suburb called Woodland Hills, és el, elbuszoztatták őt egy másik részére Los Angelesnek, to attend a high school called Taft High School és Teft középiskolába járt. Now about Cube's street cred, check out what rapper Crazy D said. He grew up in a bad area. Ez Crazy D ezt mondja Ice Cube-ról, hogy ő egy nagyon rossz környéken nőtt fel, de ez még nem azt jelenti, hogy ő hiteles. Ő egy felső osztálybeli környéken lakott, szép otthonban, a szüleinek volt pénze, és neki mindig minden készen állt. But that still didn't make him authentic. He lived in an upper class neighborhood, nice home, parents had money. He always had it made. Minden el megvolt. Not to take anything away from him as an actor, right? Nem ö, ne vegyünk el tőle semmit mint mint színésztől. But he was acting like a gangster and he was good at it. Ö, úgy Mm, szerepelt, mint egy gangster, és jó volt ebben. You can't take away from it. Nem tud ezt ugye nem lehet tagadni. He's an Nagyon is tehetséges. But just he ain't the real deal. Ő csak nem igazi. In order to poverty, you need to do three Annak érdekében, hogy valaki elkerülje a szegénységet, három dolgot kell tennie. Number three: don't have a kid unless you get married. Ne. Ö, ö, legyen senkinek gyereke, mielőtt házasságot kötne. Ez a harmadik. Number two. Don't have a kid until you're 820. És 20 éveskor előtt ne legyen senkinek gyereke. Number one, finish high school. Az első pedig fejezze be a középiskolát. Ideally high school that's good enough so that when you graduate, you literally can read, write, and compute at grade level és lehetőleg olyan középiskolát, amit nek elvégzése után tud az ember olvasni, írni, és számítógépet használni. Érettségi szinten. Take Obama, for example. Mint például Obama. Obama went to the finest prep school in the state of Hawaii. És Obama például Hawaii legjobb előkészítő iskolájába járt. And like Mr. Cube, Michelle Obama chose to spend hours on a bus so that she could avoid going to her local inferior government school. Ugyanúgy, hogy Michelle Obama órákat buszozott annak érdekében, hogy elkerülje az alacsonyabb rendű állami iskolát az ő saját régiójában. Michelle attended high school at Chicago's Whitney Young Magnet School. És Chicago Whitney Young Magnet iskolájába járt. A school geared toward academically high achieving students. Amely iskola az akadémiai akadémiailag Tehetséges, illetve törekvő tanulóknak a képzésére specializálódott egész Chicagóból mindenhonnan. És ez az iskola lehetővé tette Michelle Obama számára, hogy magas szintű főiskolai előkészítő kurikulum vagy hát, tantárgyakat hallgasson. And reinforced that with hard work, she was able to rise to the challenge. Illetve kemény munkával természetesen ő felül tudott emelkedni a kihívásokon. And what about Sasha and Malia? És mi a helyzet Sashával? Well, in Chicago, they went to a private school. És Maliával. School affiliated with the University of Chicago. És Chicagóban egy magán iskolába bajártak. And when, and, <laughs> and when they moved to Washington D.C., where did Sasha and Malia go? And után, hova At the very private, very elite a, 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 a Sidwell Friend School. Sidwell Friend középiskolába. It's the same school once attended by Nancy Reagan, Nancy Reagan járt. Chelsea, Clinton. Chelsea Clinton, and scores of other children of Washington's rich and or powerful. gazdag, illetve befolyásos emberek Washingtonba. És mindenféle szinten Sidwell iskolában a különböző diplomatáknak a gyerekeivel lehet találkozni. And of, you know, illetve gazdag szülők gyermekeivel. Question. Where do public school teachers send their own school age kids kérdés, hogy hova küldik a, a, állami iskoláknak a tanárai az ő saját gyereküket. More than one in five public school teachers sent their children to private schools. Több mint 20 a ezeknek a tanároknak magániskolába küldte a gyermekeit. In some cities, ez a public school, ez állami iskola. The figure is much higher. És valójában olyan városok, ahol sokkal nagyobb, vagy magasabb ez a szám. Filadelfiában például 44 a a tanároknak, a, akik közoktatásban dolgoznak, magániskolába küldi a gyermekeit. In Philadelphia, 44% of teachers put their children in private schools. In Cincinnati, 41%. Since 41% Chicago 39 Rochester New York 38 San Francisco New York, Oakland 33% San Francisco Oakland 34% New York City 33%. 33% And what about members of Congress with school age kids? Miha az a, a kongressus csitavognak uh, iskoláskorú gyermekével. Well, here's what the Heritage Foundation said. 37% of representatives 37% a képviselőknek, 45% of senators, és 45% a szenátoroknak, who in a survey, akik részt vettek ebben a kérdőívben, azt állítják, hogy az ő gyermekeiket magániskolába küldik. 52% of black members, 52% a, a fekete színesbőrű kongresszusi képviselőknek and 38 Of congressional Hispanic caucus members, and 38% of a Latin congressional caucus members send their children to at least one child to private school. Now Mr. Cube and his wife of 25 years have four children. And Ice Cube is a feleségének kivél házasok 25 éven négy gyermeke van. Congratulations. Gratulálom. And where did he send his first child? Holba küldte az első gyermekét? the same suburban school that Ice Cube had to be to when he was a kid. Ugyanoda, ahova őt el kellett buszoztatni, mikor gyermek volt. Ez az, amit szerettem volna mutatni. Az egész világ egy átverés. Minden szinten. Ugyanaz a hazugság. Annak érdekében, hogy a rabszolga szekcióját a társadalomnak elnyomják. Remélem, hogy mindenki hasznosra találta ezt a videót, és megosztja, amely emberrel csak lehetséges, és lájkoljátok. Ez a dolgok a 2020. június, július, július 10-én találkozunk Reméltek egy hét múlva, illetve holnap a sabát napon a Yahoo! útja csatornán. Mindenkinek a legjobbakat és hallelujah!